A jeges szél ellenére sem hátráltak meg a Szerencsi Város üzemeltető munkatársai, akik szorgosan ásták a magas körések helyét a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen, ahol az országfásítási program keretében 15 darab fát ültettek el a felnövekvő generáció számára. A faültető akcióban tevékenyen részt vett dr. Kont Zsófia országgyűlési képviselő, Színai Attila államtitkár és Nyíri Tibor polgármester. Mint mondták, a faültetés élhetőbb jövőnk záloga, hiszen aki fát ültet, az a jövőbe fektet be. Egyértelmű, hogy a fásításnak igazából csak pozitív következményei vannak, és nagyon örülök annak, hogy 2019-ben az Agrárminisztérium felkarolta az országfásítási programot, és ugye a Klíma és Természetvédelmi Akcióterv is célul tűzte ki azt, hogy Magyarországon belül egyre több fát ültessünk, és ez szerintem egy mozgalom. Én, ahogy járom a településeket, próbálnak tényleg arra fókuszálni az ott élők, hogy minél több fát ültessenek, és ez nyilván a környezettudatos miatt, de a szemléletformálás miatt is nagyon fontos az, hogy lássák a fiatalok, hogy ezzel foglalkozik a társadalom, és az, hogy a mi választókerületünkön belül pedig nagyon örülök annak, hogy különösen népszerű ez a program. A belterületeken történő fásítás az a rendszerváltozás óta nem volt ekkora mértékben támogatva, és nagyon örülök annak, hogy több település, 10 000 fő alatti település csatlakozott ehhez a programhoz, és most itt vagyunk Szerencsén, de készülünk fát ültetni Tiszalúcon, Bodrogkisfaludon már ültettünk fát Monokon, úgyhogy tényleg azt látom, hogy a települések örülnek ennek a kezdeményezésnek, és tényleg használják és élnek ezzel a programmal. Az Agrárminisztérium célul tűzte ki, hogy Magyarország erdősültségét növelni fogja. Ebben partnereink az állami erdőgazdaságok, illetve a vidékfejlesztési programban sikerült egy olyan támogatási rendszert kiépíteni, ami az erdőgazdálkodóknak szól, ez pedig az országfásításon belül egy olyan erdőgazdálkodást támogató vidékfejlesztési program, ami éppen az erdőterületek növelését szolgálja, mert hogy látva azt, hogy milyen óriási igény mutatkozott erre, ennek alakult ki egy városiasult vagy urbanizált változata, ez pedig a településfásítási program. Első körben a 10 000 fő alatti települések jelentkezhettek, egészen kis falvak a kisebb városokig, mint például Szerencs szintén résztvevője ennek a programnak. És persze itt állunk a Zemplén közelségében, gyönyörű természeti környezetben, ahol egyébként elég sok, hál' Istennek elég sok természetes erdő található. Mégis fontos az, hogy a településen belül is legyen egy olyan telepített fasor, ami egy üzenet, mégpedig az, hogy a jövőre nézve is fontosnak tartjuk, hogy milyen életminősége lesz a településen élő, és amellett, hogy ismerjük a pozitív környezeti hatásait a fatelepítésnek, egy komfortérzetet is ad minden településen élőnek. Ezt a programot visszük végig, és különösen büszke vagyok arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyon aktív volt a pályázók között. Így az a több 10 000 fa, amit az országban elültettünk, abból jó pár Borsod megyébe kerül, vagy itt a zempléni részen is volt is, és lesz is még hasonló településfásítási program. Úgyhogy én abban bízom, hogy a jövőben ezt tudjuk folytatni, és azok a települések, akik esetleg később eszméltek, hogy ez milyen jó program, vagy látják, hogy milyen pozitív üzenetet hordoz, a jövőben tudnak majd csatlakozni, és minél többen vesznek ebben részt. A pandémia azért felhívta arra a figyelmet, hogy az erdők, a magyar erdők, azok nagyon fontos szerepet játszanak az emberek életében. 20-25%-os látogatói arány növekedésről számolnak be az erdészetek a pandémia időszakára. Az emberek rájöttek, hogy a természet közeliség az egy jó válasz a bezártságra. Úgyhogy ezt fontosnak tartjuk, és visszük ezt a programot tovább. Komolyan kell venni ezt a dolgot, mert a mai ember szereti a zöldet eltüntetni, meg a növényzetet inkább lebetonozni, lebitumenezni. Annak is van helye, de egyensúlyba kell hozni. Ez manapság mindennél fontosabb klímavédelmi cél. 15 darab magas kőrisfát, amit az Agrárminisztérium pályázatán nyertünk. A városnak az a része, ami dinamikusan fejlődik, tájképileg, településképileg, egy fasor, amit most ültettünk, az szép környezetet ad és szép látképet. Egy pillantást, ha oldalra tudnak a vendégek vetni, akkor egy jó érzéssel távozanak. Engem legalábbis jó érzéssel tölt el, ha látok valahol egy szép vasort.